Minősítő táblát, ajándékcsomagot, virágutalványt is kaptak a Tiszta udvar rendes ház című verseny győztesei. A Huszár lakótelepen meghirdetett pályázatra több mint 20 lakóház és lakóközösség jelentkezett. Az eredményhirdetést egy szemléletformáló program keretében tartották a Sólya Miklós görögkatolikus általános iskolában. A mai rendezvény azért különleges, mert egy olyan alulról jövő kezdeményezésnek a részesei lehetünk, ahol a lakosság igényeit próbáltuk kielégíteni, illetve összefogással civil szervezetek, intézmények, önkormányzatok hozzáálltak ahhoz, hogy hogyan tudnánk szebbé tenni, és hogyan tudnánk tisztábbá tenni a Huszár lakótelepet és a környezetét. Ez egy olyan komplex programsorozat része, amelyben nem csak a gyermekeket szólítjuk meg, hanem a felnőttek is aktívan részt vesznek, hogy tegyenek a környezetükért. A szemléletformáló programok több intézmény és civil szervezet összefogásával valósultak meg, az ötletgazda pedig a Huszár lakótelep gondnoka volt. Nagyon sokat szoktam gondolkodni, hogy mivel lehetne motiválni az itt lakókat, hogy mégis ne legyen ilyen szürke hangulatuk, mert hát sok a probléma nyilván, és én egyik nap leültem és gondolkoztam, hogy mit kellene kitalálni, és akkor jött nekem ezek a dolgok, hogy kellene őket egy kicsit arra ösztönözni, hogy az udvarukat rendbe tenni, vagy úgy magunk körül a környezetünket, mondjuk például volt olyan nem régen, hogy kimentünk közösen és szemetet szedtünk 60 fővel, végigjártuk a telepet és gyerekekkel közösen, és én úgy gondoltam, hogy motivációként ezt meg kéne próbálni, és így felkerestem ugyebár néhány szervezetet, egyesületet. Az eseményen Vidnai Győző országgyűlési képviselő elmondta, az egyéni példamutatás kiemelkedő szerepet játszik az itt élő közösség szemlélet formálásában is. Itt a Huszár telepen, választókerületem része, mindig eljövök a fontos rendezvényekre. Nagyon fontosnak tartom, hogy civil szervezetek indították ezt a kezdeményezést. Talán mondhatom azt a kifejezést, hogy alulról jövő kezdeményezés, és odaállt mellé az óvoda, az iskola, a Nyír VV, a városüzemeltetési cég, tehát egy összefogás történt meg itt, és ez az összefogás azt is eredményezheti, hogy kevesebbet szemetelnek a Huszár telepen élők, sőt, a gyerekek, ha azt látják a felnőttektől, hogy van felelősségteljes magatartás, akkor ők is átveszik ezt, és a jövő generációja talán jobban fog vigyázni arra a bolygóra, amit Földnek hívunk. Az eseményt a Föld napja alkalmából szervezték. A rendezvényen a klímavédelem fontosságáról, a környezeti terhelés csökkentéséről szóló ismeretterjesztő kiállítást is megtekinthettek az érdeklődők. Emellett interaktív, szemléletformáló játékokat is kipróbálhattak a gyerekek.